Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás november 6-áig. Itt ezen a képen látható ennek a férfinak az ereje. Ez természetesen utal a lelki társadra. Ő befekteti az erejét bizonyos dolgokba. Vagy számára nagyon fontos, hogy mások észrevegyék azt, hogy ő mennyire erős. Azon kívül itt látható ezen a képen, hogy téged is fogva akar tartani, kimutatja az élet erejét, hogy ő az erős férfi, de végül is feltehetjük a kérdést, ki erős ebben a párkapcsolatban. Az lehet, hogy te visszahúzódó vagy, de megvan nálad a belső erő. És ami itt látható ezen a képen, ez utal az anyagiakra vagy a munkahelyre. Valaki úgy tesz, mintha segítene neked, így az ölében tart téged, de ezek nem olyan jó befolyások. Úgyhogy ne engedd azt, hogy valaki felajánlja ezt a segítséget. Inkább rohanj el efelől a kapcsolat felől. Nincs erre szükséged. Nem kell az, hogy mások beleavatkozzanak most a dolgaidban. Itt ez a kehely utal érzelmekre. Ez a férfi érzelmekkel közeledik hozzád. Át akar ölelni téged, de még vannak korlátozások. Vagy azért, mert ő még nem tudta a párkapcsolatát feladni. Vagy azért, mert fél belépni egy tartós párkapcsolatba. Vagy azért vannak esetleg korlátozások, mert te félsz attól, hogy elveszíted őt. Itt lesz egy új irány és egy új kezdet, hiszen a gyermekek szimbolizálnak újdonságokat. Vagy egy új irányt, vagy egy új kezdetet. Ezen a férfin kívül itt látható egy másik férfi is. Mint ahogy ez a ló ugrik előre, ő is ugrani akar, közeledik hozzád, sőt, mivel itt a kelyhekről van szó, és az jelenti az érzelmeket, biztos lehetsz abban, hogy ez a férfi is érzelmekkel közeledik hozzád. Vagy valaki a múltból jelentkezik újra, vagy van a háttérben még valaki, aki szeretne találkozni veled. Itt látható is a mozgás, mindkét férfi közeledik hozzád, de úgy megállnak egy pillanatra, szünetelnek, így figyelik az eseményeket, ennek ellenére hamarosan lesz itt egy találkozás. És mindkét személynél érzelmekről van szó. De mivel ez a férfi itt figyeli az eseményeket, ő kicsit óvatos, és megvan az oka rá, hiszen itt látható egy hamis nő a háttérben, állarcot visel, figyeli őt, figyel benneteket, tudni akarja, hogy mi történik. És ezért ez a férfi itt kicsit óvatos. Ennek ellenére lesz itt örvendezés, lesz itt találkozás, és fogtok egymással beszélni. De mielőtt ez megtörténik, itt neki még lépéseket kell tennie. Ő fogva érzi magát, hiszen mások figyelik őt. Nem tudja, hogy rendezze a dolgokat, de kitalál valamit, hiszen vannak ötletei. És amikor eljuttok ahhoz, hogy meglegyen itt a találkozás, tudjatok egymással beszélni. Ez a hamis nő, ez meg fogja ezt tudni, és itt elájul. Elájul, és úgy tesz, mintha beteg lenne. És
olyanokat mond neki, jaj, én olyan beteg vagyok, valaki kell, aki gondoskodjon rólam. Ez a hamis nő itt a háttérben. Ez lehet a volt kapcsolat, lehet valaki a családból, mint például az anyukája, vagy lehet egy kolléganő is, aki irigy, figyelgeti, ő tudni akar mindent. És itt látható, hogy mennyire sajnálgatja magát. Ez igazságtalanság. Erre utal itt Justícia istennő, aki jelenti az igazságot, vagy az igazságtalanságokat is. De ne foglalkozz ezzel a nővel, ezekkel a hamisságokkal. Az a fontos, hogy ez a férfi útban van hozzád, akkor is, ha óvatos, itt látható a találkozás. Minden úgy történik, ahogy a csillagképekben meg van írva, ahogy itt a sorsok könyvében meg van írva, ebben bízhatsz. Nem csak ami a szerelmet illeti, hanem ami az anyagiakat, a munkádat, a hivatásodat illeti, itt lesznek változások, és te vagy itt ez a királynő. És ez a királynő uralkodik az érmék felett. Az jelenti az anyagiakat, a munkát, itt lesznek változások, nyeremény, vagy javul a helyzet a munkát illetően, amit ez az arany érem és ez a királynői tartás még jelent, hogy te értékes vagy számára. És ez legyen a hited, hogy te megkapod azt az élettől, amit megérdemeltél. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!